Amika, halkabban, mert kizárlak innen. Na. Tulajdonképpen... Jók is vagyunk. Éli. Na, új nap, új erő. Sziasztok, YouTube-osok. Csináljuk a Dark Souls 3-nak a Soul Level 1-es runját. És itt vagyok a kastélyban. Szépen kifogyott a játék így menet közben. Aztán azzal lett vége a streamnek. Kéne még 2 darab Large Shard, mielőtt tovább megyek, csak a rendkedvéért. Na, itt van egy. Mostanában nem nagyon akarta dobálni. Csak le kéne némítanom a dolgokat. Hogy ne pittyegjen nekem itt a... Az Isten. Ez se várja meg, míg kikapcsolom a hangot. Egy. Jó. Mókodj. Hát ez nem mókodik. Jó van. Na mindegy. Szia Gergő. Ja, jól láttam, hogy nem dobott ki semmit. Aha, jó van. De a Gergő az kicsi. Egy másik Gergő. Pillanat, hol van ez? 11, aha, kell még egy. Gyere csak! Gyere csak, te nagy baltás buta. Kicsi vagy? Nem dobja. Ezek a hülye robbanó nyilvesszők egy hit megölnek. Pa. Egy... Chunk! Meg kidobott egy chunkot. Szerinted? Mi a szar? Ne csánkot dobáljál, hanem sárdot. Ugye, ne tedd bele az arcomba azt a robotot. Ott van. Megyünk is haza. Te mentél haza? Aha. Haza a bácsival. Igen. Miért mentél haza? Menjek Kovácshoz. A kis nyílpuskámat felhúztam már plusz 5-re. Plusz 4. Egy lightningosat. Ez nekem egy adagot. Várjál, 7-esre már nem húzom ki. Mert a csánkok azok kellenek most. Úgyhogy ezek egyelőre maradnak. És akkor megnézzük, hogy tudok-e vásárolni valamit. Kis genyóka nem jött még vissza. Oda mentél a Kovácshoz. Ilyen nem van. Aha, mondom, mentem a Kovácshoz. És ő semmit nem kap, kalapál? De kalapál.
Hát szerintem veszünk ebből még. Ashen one. Nem az. A másik kovács. Na, hát... Dragon Slayer armort kéne gyakni. Ugyanis a Dexterity gyűrű az Lothric, vagy a Grand Archive szeteim van, és ahhoz, hogy tudjam használni a nagy baltámat, ahhoz a Dexterity gyűrű szükséges. Úgyhogy kénytelen leszek most Dragon Slayer armorozni, mert a Nightstringet már felvettem. Ugye az még a boss előtt van, egy kicsivel. Ezt a sapkát viccből fölraktam a fejemre. Hát ő a nagy király, a kanyarós király. Úgyhogy próbálkozzunk. Próbálkozzunk a Dragon Slayer armorra. Nem vásárolunk. Úgy. De te mondtad, hogy megvásárolsz. Ja, nem pénzzel, hanem te játékban. Nem igazi pénzzel vásárolok. Csak játékból. Koronás karakter. Pontosan. Mindenféle tekintetben. Hogy fénylik az arcom, öcsém. Figyeld, hogy fénylik a pofám. Na, hát akkor Dragon Slayer armor. Jöhet. Szerintem egy hitből meggyilkol. Talán mondjuk, hogyha fölnyomok egy embert, akkor talán túlélhetek egy ütést. Úgyhogy ez jó menet. Ez jó menet lesz. Q10? Az mi? Ez a másik indokolatlanul lassú lift. Néha azon gondolkozom, hogy a lifttel érek föl hamarabb ide, vagy ha körbefutok. Figyelj, le fogsz esni, ha ilyet csinálsz. Maki. De én most nem tudok ám téged nézni. Majd ha abbahagytam a streamelést, akkor megnézed mindent, amit csinálsz. Most van egy icipici időm, amíg a Dávid alszik, meg az anya is alszik, és nincsen hangzavar, ha csak te nem csinálsz. Jó, hát ennek meg valami dárkot. Pillanat csak. Rossz rezin van ide rakva. Jó reggelt, ciao. Na, lássuk. Lássuk, belehalok a együttésbe. Nem. Bár ez a páncél volt. Oké. Hopp. Hopp. Oké. Így is kibírtam egy ütést. Jó, ez mondjuk így jó dolog, hogy nem halok meg instant. Micsoda! Ó, bakker a területre hatásoddal együtt. Mondom, elég messze mettem biztos. Nem volt még? Nem, még nem volt. Ez az első szó level 1-es ranom. Illetve egyszer elkezdtem, azt még, akkor még streamelés előtti korszakomban egyszer belekezdtem, és a dancer megállított. És akkor én azt ott abba hagytam, mondom, akkor fuck you. Azt azóta már beleszállt egy pár óra a DS3-ba, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már az első és a második részben megcsináltam a Soul Level 1-et, akkor itt is illene. És most azért nem meglepően jobban megy, mint eddig. Akkor gyere. DLC-ket? Aha, szeretném. A DS2-be kihagytam a DLC-ket, megmondom őszintén, a Soul Level 1-en. Ott így
nem voltam képes az ADP nélkül kigurulni a macskát például. Minden egyes támadásával instant kinyírt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát akkor ez lehet, hogy nem nekem való. Nem szégyellem el magam. A Dark Lurkert is megöltem ököllel. Minden más bekaphatja. Egy ilyen. Meg egy olyan. Még a Soul Level 1-es karakteremet is kitöröltem, hogy esély se legyen arra, hogy én elmenjek a DLC-be. DS2-ben. Ez, hogy mikor ütsz 2-t, vagy 3-at, vagy mennyit. Azaz. Oh, nem! Nem a kurva élet roll catch! Oh, pedig ez milyen jó volt. Greed? Elkapott a greed. Nem maradt straminám elgurulni. Soul Cinderre sokat szívte, Soul Level 1-en. Elhiszem. Valószínűleg én is fogok pont eleget. Tudom, a Dancer bonfire-t is lehetne menni, de én inkább itt megyek, mint hogy fölmásszak a létrán. Deacon? A Deacon Cell? Hát meg nem volt nehéz. Mármint, hogy nem tudom, én megöltem azonnal. Ah, bazzeg, nem húztam le a liftet, nem küldtem le a liftet. Miért nem küldtem le a liftet? Picsába. Pisti, itt olálkodsz a chatben? Only Melee-be nyomtad. Hát, nekem van egy ilyen kis nyílpuskám, ami segíthet a problémámon. De majd meglátjuk, mert a Pine Resin-ből azért nem van olyan sok. Wow. Ó, hagyd abba! Au. Nem. Adjál már healelni, pöcs! Ez az. Essé már össze. Ah! Ez a boss fájni fog. Én érzem. Érzem, hogy ez nagyon fog fájni. Ezzel még menekülni se lehet normálisan, meg kevés a hely. A Dancer elől legalább lehetett szaladgálni. Meg ez a...
ez a pajzsos csapása, amikor nem fölemelés meg üt, hanem egyszer csak így nyom egy ilyet az arcodba, azt így kilátja, hogy az mikor jön. Nem küldtem le a liftet, most semmi. Különben is halkam, mert alszik a kisbabám. Igen. Be is lehet csukni az ajtót. Én pedig nem tudom becsukni az ajtót. Hát elég, ha csak behajtod. Már az is halkít a szobába az ajokon. Te mit akarsz csinálni? Happy Hop látja. Happy Hop mit nem lát? Happy Hop úgy is látja, hogy nem látja. De ha valamit nem lát, ő akkor is látja. Látod? Most felcsáztáltad a barámat. Nem halkan mondod. Ja igen, akkor altasd el. Ezt a buzi liftet. Lehet nem is kéne addig rezineznem, ameddig nem megy egy kicsit jobban ez a harc. Hát mindegy. Mondjam már halkan. Ez a rohadt izé körkörös csapása, amivel anyjáig elér. Gusztustalan. Ez a játék Smelter démonja. A DS3 Smelter démonja ez a Dragon Slayer armor. Ez a boss hogy vérzik, ha csak egy páncél? Sehogy, csak az effektje olyan. Mert ha vérezne tényleg, akkor bleeddel meg lehetne gyakorolni, de sajnos immunis. De az, hogy miért olyan az effektje, az azért, mert mi az, aki Logic wins. Igazából még nem kell nekem ez, szerintem, ez a lovaggyűrű. Jó, mi lenne, hogyha inkább a Life Ring-el mennénk? Nem, mint hogyha olyan sokat számítana. A lelke van is, az vérzik. Hát ez mellé ment. Most már beszélem a fűmert, a babám. Au. Gyere el onnan! Yes! Ó, oh, bassz meg! Mr. Random beindult.
Jön a lázer. Azt nem kérem a lázer, kösz. Ez a kurva támadásra, hagyjál el! Mákom van, hogy biztos nem kaptam be. Nem kérem ám ezeket a szarokat, kösz! Aha. Ah, nem. Na. Figyelj, ha én elszaladok. Ez a falon átlövő, ez a legjobb. Most mi történik, lázer? A kurva anyád! Hát átlősz a falon! Gusztustalan. Gusztustalan, csaló fos vagy. Inkább dőljed le. Szeretném. Aha. Mondom, jól van. Mondom, jól van, kidodzsolom, amikor így fut felém. Hát ez nem sikerült, pedig ez nem volt rossz. Bent van a babám is. Belenézett. Ez egész jó volt ahhoz képest. Fos. Csaló paraszt, ezek átlő a lépcsőkön. Busztustalan. Mert az, hogy átüt rajta, mert hosszú a fegyvere, azt már megszoktuk a Dark Souls-ból, de az, hogy keresztül lő rajta, engem már faszomba. Ettől legyen nehéz. Life Ringnek hála, ezt most túléltem. Hát ja, kb. De ezt a futócsapást még a Life Ring-el se éltem túl. Max HP-n. Ember formában. Már fogy a Dark Rezi, nem? Ezzel pajzsos becsúszós szaroddal. Oké. Okay. Mindjárt fész 2 lesz. Ez nem sikerült. Anyád! Ezt kellett volna az előbb is csinálni. Oh. Puti? Az nagy, nagy, vagy... Ez most az izé volt, a lázer. Ez majdnem elkapott. Oké, okay, most el kell szaladni. Már látom, hogy lőnének. Na, majdnem legyőztet. Ennek lázer hangja volt.
búzi rohadék. Menjél innen el! Ne már! Ne! Ne lövöldözz, idióta! Igye? A büdös faszom, bazd meg! Az! Rohadt kurva élet, Istenem! Ez van, amikor össze-vissza nyomkod az ember. Inni akartam egy esztuszt, erre előttem inkább egy nyilat, és elkezdtem töltögetni. Simán meg lett volna még két csapással. Ati, egy fasz vagy! Akkor a fasz vagy, hogy nem férsz bele a kamerába. Már megtanulta összeset. Már összeset tudja, ismeri. Igaz? Apa csúnyán beszél. Igen. Igen. Apa buta. Hát is basszus, simán meg lehetett volna. Ma mindjárt fönt vagy. Ja. Vagy menjünk a liftásznál, próbáljuk még egyszer. Vagy még 25-ször. Mindegy, hát az emberek el fognak fogyni. Akkor már no hit kell, hogy legyen. Akkor még tovább tart. Használni nem használja őket, mert tudja, hogy csúnya. Okosabb, mint én vagyok. Ne! Oké. Okay. Az hova dott Jolt? Köszi. Pajzsos kombó, hármason. Jönnek ezek a szarok. Láttam ám, hogy mit lősz. Aha, hagyja! Nem akarom mondani, de csinált egy ilyet a levegőben. Felugrott és így, úúúú, paf! Az mi volt az a tracking, ez a levegő track, ami úgy működött? Tehát így elgurultam mellette, amikor felém jump attack-elt, és a levegőben megfordult, és így rám esett. Miért esett? Mert egy csaló azért. Tényleg? Aha. Ilyen szarokban ezek is. Nem is az, hogy lekombóz, vagy valami, vagy valami jó kis movesettel, nem bírok mit kezdeni, ilyenek. Eldodzsolok mögé, amikor rám akar ugrani, és megfordul a levegőbe, és rám esik.
A Dark Souls 2 azért szar. Mert mindenhol letrekkelnek az ellenségek. Szar a hitbox. De a Dark Souls 3 az a masterpiece. Abban nincsenek ilyenek. Ez mellé ment. Áú! Áú! Ez így messzire hat ez a cucc, úgy látom. Hagyja azzal. Ha megnyomom ezt, akkor mi baj lesz? Még semmit ne nyomja meg egyelőre. Ugye jön a lázer. Nem lázer? Egy, kettő. El kéne innen menni. Megesznek a lázerek. Mekkora egy rohadék. Nem gyerültem. Vagy talán nem gyerültem. És most meghalok együttésből. Most miért halok meg együttésből? Eddig a sima csapását, ezt így egy icipici HP-val túléltem. Most instant halál. Még jó, hogy konzisztens a játék, nem? Hogy egyszer ennyit sebez, egyszer meg annyit sebez. Mindig elfelejtem, hogy nem Dark Souls-t játszok, hanem Dungeons and Dragons-et, ahol dobókockával el kell dönteni, hogy hányszor 6-ot sebez. Vagy 12-t, vagy nem tudom. Ilyet bazd meg. Ez sem voltam úgy rossz. Tehát így egész jól ellavírozok így a végéig, aztán a végén meghalok. Csak fogy az ember. És ha elfogy az ember, akkor utána már mindenbe bele fogok halni. Mindenbe. Akármit csinál, rám néz abba is. Hát elfelejtettem buffolni. Meglátjuk, hogy ez most... Indulónak jó volt.
A hanyádat ezzel már megint el akarták kapni. No. Just no. Aha. Azt nem kérem, kösz. Jön a lázer, csak mondom. Csak nem látom. El kéne innen menni, mert nincsen széle a harctérnek. Nem már! Így. Ah. Hopp, hopp. Nem? Ah, oké. Ez is instant halál lett volna. Menj már odébb. Mert mindjárt lelőnek. Mondom, elszaladok. Persze, hogy amikor el akarok futni, akkor használja azt az egyetlen egy move-ját a 28-ból, amivel utol tud érni. Éljen a random számgenerátor. Szeretjük. Akármit csinált volna, nem ér utol. Azzal igen. Szia, Bálint. Semmiről nem maradtál le, arról igazából fél órája szapok a Dragon Slayer Armorra. Rosszkor akartam elfutni, hát igen. De azért ez is így mennyire szerencse kérdés, basszus. Kebbi az egész játék RNG, az jó van. Kapsz egy jó RNG-t, akkor halál egyszerű. Ha kapsz egy olyan RNG-t, amivel a legnagyobb fosatós, szopatós szarokat csinálja, akkor meg nem annyira egyszerű. Tököm, már rég meg lehetne. Már rég meg lehetne, hogyha nem bénázom el. Ó, mindegy, mert most már a buffom elfogyott. Ember még van. Ilyen tüzet tudok rakni rá. De a Dark jobb volt. Áh! Undorító pajzsos támadás. Abba hagyni. Közel. Az közel volt. Oké. Okay. Kicsit körvédebb a kardom, mint amennyire azt én gondoltam. Az a baj ennél a bossnál, az egyik baj a sok közül, hogy így nem látom, hogy mikor jönnek a lázerek. Egy egyszer csak jönnek. És akkor jó van. Ah, oh, dehogy is. Nem ugrasz rám. Kap be! A hülye izétől majdnem nem látta, hogy mit fog csinálni. Hopp. Nem. Nem! Azt nem kell. Hopp.
Nem már! A büdö... Istenem. A csodálatos, csodálatos, mindenhová is elérő körkörös támadásra, ahová mindenhol, mindegy, hogy hova dodzsolsz, az elkap és egy hit. Jó, hát mindegy. Látjátok, hogy megy, csak mindig belehalok valami szarba a végén. Amikor már megunja, és nem a pajzsával csapkod, akkor csinál egy ilyet, hogy biztos belehaljak. Vizes törölköző, jó fegyó? Vizes törölköző. Szia, Zuzasz. Vagy Zuzás? Vagy nem tudom, hogy mondjam. Üdv a streamen. Áj, a kurva anyját. De miért? Miért akkor kell mindig megölni, amikor két ütés hiányzik? Ha ezt a támadást, amit csinált, ezt kidodzsolom, akkor vége van. Vége van. Mert kettőt odaverek, az vége van. De nem. Mindig akkor kell csinálni, az utolsó ütésnél akkor kell kinyírni engem. Várja, ezt a hülye liftet vissza kell küldeni. Igen. Jó, hát senki nem gondolta, hogy ez a Soul Level 1-es stream sorozat, ez vicces lesz, mármint számomra. Tehát ti nevetgélhettek rajta. Adjál már a pajzsoddal, bukó! Olyan helyen esél össze nekem Phase 2-re, ahol meg tudlak sorozni. Az, mi volt az a kettes kombó? Ugrásból? Hagyd mi? Most már hármas kombód is van ugrásból. Nem kéne abba hagyni? Csak egy kicsit. Nem nagyon. Csak kicsit. Istenem. Próbáljam meg, hogy már az elején meghalok. Igazad van. Micsoda? Ott a PS mellett, hát streamelek, ott szokott lenni. Ezt kellene megtanulnom kikerülni. Ezt a nagyon-nagyon hosszú, köríves csapást. Mert nem tudok elég messze menni tőle, hogy ez ne találjon el, úgyhogy ez csak akkor lehet kikerülni, hogyha nem már jól dodzsol, mert különben tök mindegy, mert egy hit. Tele HP-ról simán meggyilkolászik engem. Tudom, fölvehetnék valami páncélt is, de igazából tök mindegy. Leveszem ezt a koronát is magamról, mert csak gyengíti a flint gyűrűmet. Azt nem mondom, hogy nagyon. Lehet egyébként így az egész délutáni stream ez erről fog szólni. Hogy én így csapkodom a Dragon Slayer armort, és akkor majd lesz valahogy alapon. Főleg úgy, hogyha már elfogy az összes ember, akkor viszont biztosan nagyon sokáig maradok itt, hogyha semmit nem tudok túlélni. Welcome to a select. Igen. Nem kell bemutatni. Ajjaj. Jó, nem kell az a pajzsos támadás. Jó, kösz. Miért? Miért állok neki lövöldözni, amikor éppen felém szalad? És tudom, hogy rám fog ugrani, és tudom, hogy egy hit meg fog gyilkolni az ugró támadásra. Miért állok neki lövöldözni?
Szóval aki elmondja nekem, hogy miért van ennyi eszem? Hát most így az ablakon kidobott ember volt konkrétan. Hát olyan, mintha így letettem volna egyet a bonfire mellé, és leültem volna a tűzhöz. A pörgő ugrástól megvéd a szökő pörgő ugrás. Milyen pörgő ugrás? Milyen ez a pörgőugrás? Mindegy, a zöld növényből elég sok van. Sose tudom, hogy hányat üt. Ez így mondjuk nem rossz, mert szerintem most együtt is kell a fázisváltáshoz. Úgyhogy most adjunk neki egy kicsit. Anyádat. Hopp. 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 Jó. Aha. Aha. Jönnek ezek a szarok. Oké. Mindjárt jönnek már megint. Oké. Ne kell innen menni, mert mindjárt lelőnek. Nem. Annyira láttam, hogy ez most... A hármas kombó, ez hogy ütött mellém? Istenem. Ez. Ha ezek a szarok nem lődöznének, már rég megöltem volna. Csak félek azok izétől. A lázertől. Nézd meg, bazzeg! Most le lehetett volna grídelni, erre eldodzsolt. Most meghalsz. Most meghalsz, csak mondom. Bunkó pöcs. Az már jó meghalt. Az már jó meghalt. Nem tudom ezt, hogy éltem túl amúgy. Igen, az a két mellémütés, az nem tudom, hogyan sikerült neki, de azzal meglett. Jó. Menjünk, szedjük fel a dexterity gyűrűt, meg a mindenféle csánkokat. Hülye, mindjárt leesek a szakadékba. GG. Titanite csunk. Komolyan ez a hülye kis crossbow fogja végigvinni nekem a soul level 1-et. Nincs oda? Eddig nem igazán tudtam rád figyelni, kismakikkel, mert...
A csúnya bácsi folyton leütött. De már leütött. Most már leütöttem, így van. Én nyertem. Locker. Jaj, nem tudok bemenni. Akkor nem is tudom föl... Várjál. Na várjál. Az nem is tudom használni a Dragon Slayer axot egészen addig, amíg meg nem gyilkolom a többi ízét. Cinder csodát. Akkor viszont Pontiffot is meg kell gyilkolni. Ú, de jó lesz. De jó lesz Pontiff. Imádom Pontiffot. Na, akkor viszont... Akkor viszont az kell, hogy... Hogy? Majd, hogyha felkeltek az anyáik. Ég a függöny? Ne, nem ég a függöny. Ajjaj. Hogy kellene? Azt mondja, lent a... Profén kapitában van 2 darab Titanite chunk. Igen. Ha valakinek a telefonján játszol. Most nem tudsz senkinek játszol a telefonján. Az, mert az enyémben én most streamelek, az anyáé ki van kapcsolva, azt ne kapcsold be. Jó, föl tudom húzni plusz 9-re ezt a kis kardot. Igazából plusz 10-re is, mert akkor már, ha már ilyen későn tudom csak megszerezni ezt a rohadt izét, mi a Dragon Slayer axot, vagyis hát berakni magamhoz, akkor meg már upgrade-eljen már föl ezt maxra, nem? Úgyhogy menjünk ide, lemegyünk a... Csináljunk így, jó? Így. Na, erre. Köszi szépen a követést egyébként, Sanyi. Így. Így. Benne vagy ilyenkor a kamerában. Jó? Na. Most az a cél akkor, hogy felvegyünk 2 darab Titanite chunkot. Egyet pedig a madár fog adni, amikor fölmegyek hozzá a Blackfire bombbal, és akkor lesz 6 darab. Plusz 9-re fel tudom húzni ezt a kis kardot, és akkor elmegyek Ariandelbe a Slabért, és akkor 10-es lesz. És akkor majd valami máshonnan szerzek még szlebet. Mondjuk Frida után szerzek egy szlebet, és akkor úgy jó lesz. Nincs mit, ha-ha, Hali. Szia, Zsanyi. De nem is te követtél be, vagy tiéd? Ki ez a 999, az te vagy? Szerintem nem te vagy. De üdv a streamen. Csinálsz? Ne törj el semmit. Blü, 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 blü. Dehogy fogok meghalni a vízbe. Tök, nézd meg milyen sekély. Csak a térdéig ér a víz. Az egyik lift alatt van egy slab. Hát azt nem lehet csak úgy felvenni. Ahhoz nekem fő kell jutnom a Grand Archives-nak a tetejére. És pont ez a baj, hogy nincs meg a kulcs, mert először le kell csapni a másik 2 Lord of Sindert, ugye. Jormot meg Aldrichot. Aldrichot viszont csak akkor tudom meggyilkolni, hogyha előtte Pontiffot. Nem is... És nem is paradicsom, hanem cookies. Hát jól van. Micsoda! Hát, oké. Fölgyulladtam. Azért mekkora kokblokk ez egyébként, hogy nincs ott a kulcs, amivel tovább tudnál menni, még mielőtt a másik kettőt legyilkolod?
kedvenc bosszom? Midir. Gondolkoznom se kell rajta. Édes anyád, te! Pusztuljá! Biztos utánam lősz valami szar. Vennem kell egy adag heavy boltot, úgy látom. Elfogyott. És hát fogyóban van, mert nincsen már 99. Tulajdonképpen igazából nekem most az lenne a legkifizetődőbb, hogyha Osiriszt gyilkolnám meg. Csak előbb akkor felszedem a csánkokat. Ugyanis, hogyha azt lecsapkodom, akkor utána el tudok menni az Archdragon Keep-be, vagy Peak-be, és ott pedig föl tudom venni a, vagy átszaladok, ugye ráugrok a sárkányra, és akkor utána a Dragon Chasers S-ből tudok vásárolni csankokat. Az lenne az igazi. Mert akkor minden szart fel tudok húzni, plusz 9-re ezt a kis nyílpuskát is. Meg mindent. Mindent, amit használok. Na most így... Most chunk híján vagyok egy kicsit. Egyelőre. Igen. Igen, abba elem kell. Kis elem kell bele. De nekünk van kisebb elem. Van. De nem kell belerakni semmit, mert... Úgy sem működik már. Miért? Mi romlott el? Hát, mert elromlott. Ó, ez most komoly? Ez kellemetlen. Most hozták meg a kaját, és nekem ki kell mennem. Egy pillanat. Ide kiesek, és akkor itt talán nem jönnek utánam a jailerek, és talán életben maradok. Egy pillanat, mindjárt. De most nem szükséges. De igen. Jövök! Én is kimentem. Te is kijöhetted, Prokofics. Ideg van, de nem kell cipő most. Elég vagy csak papucsba is, mert ez van. Ne kess fel. Na. Hey, jó. Sorcerer gyűrű. Jó, meghód. Ezt hogy ért el? Hogyan ért el engem? Árulja el nekem most azonnal valaki.
szaladtam elfelé. Jaja. Futi, 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 futi. Jó, ügyes vagy. Az anyád. Nem lőhetsz le. Nem lőhetsz le. Na, itt egy mimik. Pif, paf, pif, paf, pif. Pif, paf, pif, paf. Az esztussárdos mimiket mindenképpen le kell zúzni. Viszont, itt van egy kisebb esés itt, amit be kell vállalni. Itt van egyébként mind a kettő Titanite chunk. Csak... rohadt macskagyűrű bakker, annyira fontos. Gyorsan kinyitom a shortcutot, és akkor felszedjük a két chunkot. Ha már crossbow-s végigjátszás, nem az abelén kéne? Amit 10 ammót lő. Nincsen meg! A crossbow csak segítségnek van nekem. Soul level 1-es végigjátszás van. Nem játszunk olyat, hogy valaki kidobja nekem a játék elején a minden gyűrűt, fegyvert, ilyesmit, csalás. Önerőből Soul level 1. Az Avenin az bent van a könyvtárban, ahová pont nem tudok bejutni. Tehát oda szeretnék menni, csak nincs meg a kulcs, mert még a Jorm is él, meg Aldrich is él. Úgyhogy addig nem tudok oda menni. De a kérdésedre válasz, hogy az, hogy igen, de az Avenin jobb lenne. Amazeg. Ezer patkány, pusztuljatok-e? És meg kell ölni összes patkányt. Elvileg nincs belőle végtelen. Elvileg. Mind a nulla HP-val megmaradnak. Kap be, patkány. Azt neked, patkány. Ne te. Ez hely kell nekem az óriáshoz. Jó. Ó, jaj. Fölébredt az óriás. Ez el ne találjon engem. Hát nem látok semmit. Mi ez a izé? Rohadt életbe a patkányokba. Remélem nem jön már több. De igen, még mindig jön. Az örök patkány. Fogyjatok már. Oké, elfogy, elborult. Na szóval. Soul, Titanite chunk, és akkor fönt van még egy lizárd is. Most nem megyek. Jó étvágyat, amúgy. Na, és fönt van akkor még egy lizárd. Annál is van egy. Oké, és szia Sanyi. Kösz, hogy benéztél. Hogy világít a fejem, tiszta szar. Ez a PS4 kamera egy akkora rakat hulladékfos. És amilyen ára van... Hol kell itt kimenni? Mindig elfelejtem, itt van valahogy luk. Ja, pff, itt van. Istenem.
Na, elvileg itt van alattam a Lizárd, igaz? Lizárdó. Mi már elszaladtál? Na, ez már elszaladt. És ha kilépek, visszalépek, akkor visszajön? Vajon? Nézzük már meg. Csak ügyesen. Aha, ott van. És még egy csank. Ez fontos. Akkor most kihúzzuk maxra a kis kardocskámat. De ha már itt vagyok, akkor már illene elszaladni mondjuk egy következő shortcutig. Blü. Beleakadt a fegyver a falba. Ezt mindig szeretem. Ja. Nem, ha megrágott! Fuck. Na, erre nem arra. Ha kinyitottuk ezt, akkor menjünk már erre. Jaj, kell nekem egyáltalán most ez a... De igen, kell még a macska gyűrű. Futi. Felmászik. Messzi. Gyerünk, másszál. Isten, milyen magasra mászik. Miért mászik az ilyen magasra? Indokolatlan. Adj. Na is lőhetlek titeket igazából. Csak érted, együttés. Minek lőjek, hogyha együttés. Mondjuk igazából nagyobb patkánnyal volt probléma, nem is ezzel. Azok gyilkoltak meg engem. Figyelj! Felvenném azokat a szólokat. Így. Az 70 ezer, az 70 ezer. Annyi már odébb, bazeg. Pusztulsz-e? Oké. Egy patkány már nem akkora probléma, mint kettő. Larchard. Tik. Ez nem érdekel most.
itt a második shortcut, ez ki lesz nyitva. Tökéletes. Tökéletes, teljesen jó lesz. Ugyni. És akkor menjünk haza. Szóval vegyük ki innen, mert... Na. Na. Egy. Vedd már ki. Jó, Shrine Bonfire, és akkor upgrade-eljünk. Vásárolok egy csomó izét, szerintem. Mi a francot? Nem is tudom. Ja, nyilakat, persze, nyilakat. Ja, de nem tudok. Vagy tudok? Visszajöttél már? Ez meghalt? Ez lett meghalt. Fel kell menni a hambaiért a Irithilbe. Jó, ilyen nincs több. Fel kell mennem egy csankért a tetőre. Először erre. Aztán arra. Buta Gréret. Menjél már te meg! Menjél ki! Töltsed be! Olyan jó nagy ez a Firelink Shrine! Olyan nehéz betölteni. Na itt a Giant Reef Seed. Tetőugrás. Szavaztok, madarak! Hoztam nektek egy Black Fire bombot. Pamparam. Titanite cunk. Cunk. Piff-paff, macska gyűrű. Mindent is kivéd a macska gyűrű. Na, akkor ez most plusz 9. Reinforce plusz 9. Pretty, be careful. Jó, elszaladunk Gréretnek a hullájáért. Visszahozzuk. Aztán elmenjünk a slabért. Azt is visszahozzuk. Travel Distant Manor, ez innen lesz a legközelebb. Greyratnak kell a hullája, mert különben nem tudok ezeket venni, rendes nyílt veszőket. Csak sima lightot. Az öreg asszony nem árul, csak lightot. Greyratnál van standard. Amúgy a nyílt puska lövedékből nincsen valami elementális? Fire vagy valami. Aha. Kicsit messzebb jöttél, mint gondoltam, hogy fogsz. Elvileg ott van a hullája bent a három izénél. A három hajaskánál. Toxic! Ez az. Még szerencsé, hogy vásároltam ilyen szart. Instant betoxikolt. Igen, ott van, meg hót. Itt. Itt van Gréra. Nem sikerült a... A lopkodás neki. Nyisz. Ha már erre jövünk, szerintem még gyorsan kinyitom a shortcutot is. Ezt tudsz leves? Edd már meg. Talán a macska gyűrű most nem kell.
Most jöhetne egy ilyen gyors stamina töltősdi. Meglátjuk, hogy sikerül-e a speldrun. Ha nem sikerül a speldrun, akkor így jártam leginkább. Bunkó kutyák. Fúj, itt az iritidé kutyák a legbunkóbbak amúgy. Au, au, au. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, nem, nem sikerül a speldrun. Le kellett volna csapkodni őket. Már ott élt be. Ah, 84 ezer zar. Megint, ez szerintem egyébként már jó 150 ezeret így sikerült elbuknom már eddig. Bunkó, bunkó kutyák, legnagyobb keték. From szoftveres kutyák. Általában minden játékban bunkók a kutyák, de a From szoftveres kutyák azok vajon valahogy ilyen extrém bunkók. Úgy nem tudom. De ha kicsit több eszem lett volna, és eszembe jut időben, hogy nem tudok bemenni a könyvtárba, akkor nem is szórakoztam volna egyelőre a Dragon Slayer armorra, hanem kihúztam volna maxra a fegyveremet. Már régen, az is sokkal hamarabb meg lett volna. Egy erősebb puska, erősebb izével. Ne, már hogy nem haltál bele. Kapba! Nem! Nézd meg a rohadt anyját! Pusztulj már el! Faszapó kutya! És most rábaszol. Mit csinál? Ja. Hát ez nem jött össze. Menjél még egyszer. Hát ezt is mellé lőttem, ügyes vagy Ati. Nem tudok célozni. Ott a feje. Oda lője. Az igen. Elpusztultál? És nem halt még meg. Hallod? Mi van veled? Nem vagyok hajlandó kutyákkal úgy harcolni, hogy az így ott, hogy ez ott van még. Oké, meghalt. Kosztustalan. Na, elvileg, igen, itt is van még két kutya. Rahadjál meg. Ez az, elkaptam mind a kettőt. Mák. Máker. Te is. Pusztusz. Fúj, fúj, undorító terület. Fúj, fúj, fúj van, fúj, fúj, fúj. Na, átszenvedtem magam. Itt is. Nem azt? Ezt nyisd ki. Mondom, nyisd ki! Úgy. Tidi, ni, 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 ni.
keresztül szaladunk. Nem törődünk alá az árnyékokba bújó gyáva ellenségekkel. És akkor ki lesz nyitva ponti felé az út legalább. Frostbitten. Mi volt ez? Jó, ez a területre ható izélés. Frostbite-olás. Van egy ember, ezt fel kéne venni. Köszi. Nem baj, de a bonfire-től azért hamar vissza lehet jönni. Kicsit lelkeket költsem el. Hát szeretném, csak még egyelőre nem tudom. Mindjárt. Csak nem ettől a bonfire-től kell menni. Travel. Jorska. Nem fogok még bosztölni. Ahhoz minimum az kell, hogy még Ariandelből is felszedjem a szlebet. Oké, okay, erre. Erre van az arra. Tiri. Te most kinektök lesz? Úgy, szevasz. Ott vannak a saulok. Fővettem. Meg az embert is. És innen elszaladunk. Jó. Amiért eljöttem Irithill-be, az megvan. Most elmegyünk, még felszedjük a szlebet. Ariandel csapelből talán a leggyorsabb. Nameless King után is van, meg előtt is. Aha, jó, csak a Nameless Kinghez nekem boss kell ölnöm előtte. Osiriszt meg kell gyilkolnom, mert mögötte van a gesture. Ez az egyetlen ingyen slab, amihez nem kell senkit bántani. Jelenlegi állapotban. Mász már le. Ne, nem voltam még ott. Szeretnék egy plusz 10-es fegyvert, még mielőtt bármelyik másik boszt is megtámadom, mert már sokkal könnyebben és gyorsabban meg lett volna a Dragon Slayer Armor, hogyha ezt hamarabb megtettem volna. Csak elszámoltam magam sajnos. Oda essél le, jó? Kösz. Ups. Egy. Micsoda? Komolyan?
Hallod? Konkrétan nem voltam már ott. Már leestem a foágról, fölém csapott a levegőbe, és... Na mindegy. Istenem, bazd meg. Kibaszott masterpiece ez a játék is. Dark Souls 2 azért szar játék, mert nagyon abban a részben legszarabbak a hitboxok. Bezzük a Dark Souls 3 Masterpiece. Abban nincsenek ám ilyenek. Én de fölvettem a macska gyűrűt, csak hogy ilyen ne lehessen. Faszom. Mekkora ostobaság volt már, ami most történt, de most tényleg. És meg fog dögleni ettől, figyeld meg. Na, na, na. Hogy ezt már ki kell bírni a macska gyűrűnek. Ja, igen. Az Elden Ring is biztosan pont ugyanilyen lesz. Jó, ezért már nem kell most már macska gyűrű. Legyen HP gyűrű. Ez mindig jó. Na, itt át kéne jutni ezeken a... Ezeken. Így, futi, 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 és akkor ide nem jönnek fel. Ez viszont kell. Te, fogyjon már a HP-t. És hirtelen megjelent az égigérő létre. Ami egyébként azért érdekes, mert azt mondják, hogy hát az illúzióval takarta el, hogy ugye láthatatlan legyen a létre. De ez hazugság, mert nincs itt. Tehát hiába jössz ide, az illúzióval eltakart létrán nem tudsz felmászni. Még a Dark Souls 2-ben vannak láthatatlan létrek, amiket a Priestess eye-jal tudsz látni, de attól, hogy nem látod, még ott van, és föl lehet rajta mászni. Úgy is, hogy a levegőben lépkedsz fölfelé. Na mindegy, megyünk a szlebért. De a DS2 az... Tudom, az egy szarjáték. Tiriririri. Tiriri, tiriri, tiriri. Ta-r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 a. Hát igen, ez már csak ilyen. Titanite Slab. Ki ne talált, hogy te fogsz megölni? Vagy... Jó, mehetünk haza. Látod?
először is plusz 10. Plusz 10 ezünk. Reinforce kardocskát plusz 10-re, jó? Ennél erősebb már nem lesz. Aztán... adok umbrellest. Purchase item. Így. Ebből van egy pár. Miért nincsen kukri? Hát ez milyen... várjál, lightning bolt. Sniper bolt, heavy bolt, wood bolt, lightning bolt. És a 110-es lightning. Veszünk belőle. Hát 600-at nem veszünk ebből se. Mondjuk egy 150-et. Jó. Ebből is veszünk egy 150-et. És... Divine Blessing. Az biztos nem kell Hidden Blessing. Jelen van. Nem vagyunk egyet. Ez... Dark Damage Absorption. Jó darabig senki nem fog Darkkal rám támadni. Vagyunk egy adag ilyet is. Knight's Crossbow, Light Crossbow. Érdekes, hogy a kukri nincsen benne a listába. Pedig a... Este lesz stream? Lesz, persze, hogy lesz. Majd, ha lefeküdtek mindenki, lefeküdt aludni, akkor tolok egy ilyen... nem tudom, 4 órás streamet szerintem. Kivéve, hogyha valahol nagyon megakadok és elálmosodok, mert megunom. Szerintem most sem fog sokáig tartani egyébként, mert nem sokára fel fog ébredni a kisebbik, és akkor már nem fog tudni streamelni, amikor ő sikítozik itt össze-vissza. Ashen One. Jó, egy pillanat. Kicserélem itt a Wood Boltot. Lightning Boltra. És... most azon gondolkozom, hogy kit kéne legyilkolni előbb. Szerintem Osiris-t, mert ha Osiris-t megölöm, akkor megint lesz egy rokkás titan, egy chunk, amit fel tudok szedni az Arch Dragon Peak-en. És utána ráugrok a sárkányra, utána fel tudom venni a másik est. Úgyhogy az lenne a jó irány. Akkor viszont... Lothric Castle. Oda. Kinyitottam már egyébként a shortcutokat hozzá, meg mindent, mert beszaladtam a chunkokért így off kamerába. Sok-sok fejlesztőanyag kell ehhez a Soul Level 1-hez, hogy így mindenféle dolgokat felhúzzon az ember, ami a megfelelő szituációhoz, a megfelelő dolgokkal harcoljon. Chaos Blade-et is be tudom húzni, és ez miért jó nekem? Nincs annyi dexem, hogy Soul Level 1-en én Chaos Blade-ezni tudjak. Ráadásul, és ez sokkal többet nyom alatban, az egy szar fegyver ebbe a játékba. Az összes katona egy kalapfos. Talán Midirnek a lelkéből, ami készül a haszakaszaboló lövöldöző katona. Az egyetlen használható fegyver. Aztán szavasz. Chaos Blade ebben a játékban mekkora egy kalapfos, tehát elmondani nem tudom. Azok után, hogy a DS2-ben mennyire szétvágja a játékot, itt pont annyira gyenge. 1001 olyan fegyver van itt, ami sokkal erősebb és dexes. Az életben nem választanám a Chaos Blade-et itt a DS3-ban. Ez se legyen belefér dexre rakni. Ez ügyes volt. És leesett utánam az idiótája. Hát jó van akkor. Na, minden jó, ami rajtam van. Flint gyűrű még mindig. Life gyűrű. Hát szerintem, ja. Aztán max meghalok, érted? El akartam ám dodge-olni mellett, ez nem baj?
Ó, ráadásul várjál, lightningos izé, nyílpuska töltényeim azok még jól is fognak itt jönni. De azt tudom, hogy a neked szaladó instant támadása, az itt instant gyilok is ráadásul. Jó, kicsit gyerek közelem, jó? Ah, dear little Ocelot. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Menj odébb. És ő mindig nem. Menj odébb! Menjél már odébb! Igen? Most? Most benyomod? Ez mi volt? Ez mi volt? Mi történt? Hm? Tehát a lábam mögött állva csapkodom, ő elugrik, nem arra, amire én vagyok, és meghaltam. Fölébredt? Jó van. Hát jó, ezt egyszer még megpróbáljuk most. Aztán utána este folytatom. Fölébredt a kölök. Ez megint a nonsense kategória volt egyébként. Hogy így ott állok a lába mögött, és elszalad tőlem elfelé, és abba belealok. Nem szeretem az első fázisát, mert mindig eltalál minden szarra. Na jó reggelt, szia Márk! Utolsó próbálkozásra beértél. Majd este lesz inkább hosszabb oszájroszozás. Egy pillanat, csak elfejtettem kiszállni a liftből. Mert a damage az jó, az még mindig nagyon jó. Plusz 10-es izé kis Broadsword Cartus Flame-árkkal. Kivéve ha most meg lesz, akkor sem megyek tovább. De akkor az viszont igaz, hogy ha most meg lesz, akkor nem Osiris lesz este. Where have you gone? Eresz, nem ugorhatsz rám. Come out. Come out. Don't be afraid. Hogy lettél elém a menő? Child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. My dear little ignorant slaves. How quickly you forget. De jó van. Itt délutánra ennyi elég is volt szerintem. Mit szlep volt, igen. Mivel nálam van már a Night String, ezért van 15 strength-em. Így elképzelhető, hogy hozok valami pajzsot.
valami 100%-os pajzsot, és akkor azzal egy-két dolgot ki tudok védeni. Még nem tudom, már meglátom, hogy ez hogy lesz meg. Úgyhogy este folyt köv. Addig is sziasztok!